Mezőkövesd és a németországi Bad Salzungen már évek óta testvérvárosi kapcsolatban állnak. Ennek révén találkozott és alakított ki szoros együttműködést a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és a Bad Salzungeni Gimnázium. Egyszer adódott lehetőség arra, hogy a gimnázium részt vegyen Bad Salzungeni rendezvényen. Egy olyan rendezvényen vettek részt a diákjaink, aminek a neve WorkCamp volt. Pedagógusok és diákok kíséretében egy kis munka és sok-sok szórakozás volt. Igazából a második kapcsolatba léptünk be mi, a kolléganőmmel együtt. 25 fős küldöttséggel indultunk ki Bad Salzungenbe. Ez a tavaly nyarat érintette, májusban utaztunk ki. Szintén hasonló feladatok vártak ránk, és élmények is. Egy kicsi munka, egy kis szabadság a diákok számára, és szeretném elmondani azt is, hogy természetesen kirándulások és jó szervezett programok vártak ránk, és egy fergeteges zárás. Külön büszkék vagyunk a diákjainkra, akik színvonallal nagyon szépen képviselték Mezőkövesdet. Ez alkalommal a gimnáziumunk látta vendégül a Bad Salzungen gimnáziumából érkezett 15 tanulót és a 3 kísérő pedagógust. A testvértelepülésünk fiataljai nagyon változatos programokon vehettek részt az elmúlt héten, amelynek szervezője, lebonyolítója a középiskola német munkaközössége volt. Természetesen először a gimnáziumunkkal ismerkedtek meg. Kísérte őket 12 magyar diák, akik már a következő évi programban részt vesznek majd, tehát egy kicsit így előrelátóan szerveztük meg a programot. A gimnázium megtekintése után tettek egy kirándulást Egerbe, természetesen megnézték Mezőkövesdet, a Mezőkövesd nevezetességeivel megismerkedtek. Aztán volt egy gyönyörű napunk Budapesten, és az idő, a szabadidő nagy részét azt tulajdonképpen a zsúriban töltötték, hiszen végtelenül kedvelték a strandlöplabdát és persze a strandolás. Ehhez gyönyörű idő állt úgymond rendelkezésünkre, tehát kedvezett nekünk az időjárás is. Úgyhogy végtelenül jól sikerült program volt ez. A vendégek első alkalommal jártak Magyarországon és Mezőkövesden is, és nagyon jól érezték itt magukat. Nagyon jól esett nekünk, hogy ennyire szívélyesen, lelkesen és barátságosan fogadtak minket, és az is, hogy nagyon színes, változatos programot állítottak össze a számunkra. A megérkezésünk napja pihenéssel, városnézéssel telt el. A második nap délelőttjén Egerben voltunk. Már írtam is egy e-mailt a barátaimnak, hogy milyen szép helyen jártunk. Nagyon jól érezzük magunkat a mai barátságos, a két iskola diákjai között megszervezett strandöplabda mérkőzésen is. Ezeken az alkalmakon a nyelvhasználata tanulása mellett sokszor barátságok is kötődnek a tanulók között. A két intézmény közti kapcsolat tovább erősítése érdekében jövőre a mezőkövesdi delegáció látogat el Bad Salzungenbe.